Az utóbbi hetek hideg időjárása miatt megnőtt a kéménytüzek száma a megyében. A tűzoltókat az elmúlt időszakban 13 kéménytűzhöz riasztották, melyeknek leggyakoribb okozója nem megfelelően karbantartott kémények és fűtőberendezések voltak. A kéménytűzek azok jellemzően abból fakadóan keletkeznek, hogy a hideg idő miatt az emberek az átlagosnál kicsit jobban begyújtanak, mondjuk úgy kiégetik a rendszert jobban, tehát hogy jól fölfűtsék, és ilyenkor a kéményben található, esetleg rosszul karbantartott kéményekben található korom, mint tökéletlen égéstermék, meggyulladott, és azzal okoz problémát. Évente legalább egyszer a fűtési szezon kezdetével ajánlott kéményeink állapotának ellenőrzése. A kéményseprők egyébként minden családi házhoz megpróbálnak bejutni, hogy elvégezzék a kémények tisztítását, ám sokszor be sem engedik őket, mondja Németh Sándor. A Kémény ZRT vezérigazgatója azt tanácsolja, ha valaki a téli időszak kellős közepén észleli, valami gond van, azonnal jelezze. Elkezdik használni ezeket a nem használt berendezéseket, akkor mindenképpen, tehát alanyi állapotban meg kell nézni, hogy az alkalmas-e a tüzelésre, hogyha valami gyanú felmerül, hogy nem biztos, hogy jól fog működni, akkor minket értesítenek, és akkor posta munkával soron kívül megnézzük a berendezést, konkrétan a kéményt. A nem megfelelően karbantartott kémény, illetve fűtőberendezés más veszélyekkel is jár. Ha az égéstermékek elvezetése nem megfelelő, a szénmonoxid a lakásba juthat és felgyűlhet. A szénmonoxid pedig alattomos méreg, hiszen színtelen, szagtalan. A mérgezés kezdeti tünetei a fejfájás és a hányinger, cseresznyepiros bőr, később izomgyengeség, ájulás. Nagyon fontos dolog, hogy jó levegőn retegyük a beteget, tehát a gáztérből hozzuk ki, átjárható légutakat biztosítsunk, és ha tudjuk, ha értünk hozzá, ha merjük, akkor lélegeztessük. Nagyon fontos dolog, hogy a tüdőben levő szénmonoxidot el kell távolítani. Hát ugye általában a tüdőben levő szénmonoxidnek az 50% az egy óra kell hozzá, hogy az a tüdőből kitisztuljon. A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik helyesen, így a szénmonoxid mérgezés halált is okozhat. Kisebb mértékű mérgezésnél nem ritka az agykárosodás, a bénulás és a látászavar kialakulásának kockázata sem.